www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Inter nagy látszóval, a magyar válogatott csapatkapitányával, miért kezdődik a VB, Lasszi, hogyan sikerült a felkészülés? Most úgy láttam, hogy a mérkőzéseken a fiatalok is jól beépültek, akik vannak, és a játék is biztató volt. Igen, voltak elég jó, nem is csak pillanatok, hanem játékrészek, elég hosszú játékrészek, amire lehet alapozni. Természetesen tudjuk, hogy egy VB más hangulatban, más célokkal, máshogy fog telni, de ezeket a jó dolgokat mindenféleképpen meg kell ragadni, és átmenteni majd a világbajnokságra. Úgyhogy említetted itt a fiatalokat, tényleg úgy számít a szövetségkapitány rájuk is, mint bármelyik rutinosabb, idősebb játékosára. Úgyhogy szép feladat előtt áll mindenki. Ha már jön a VB, a csoportmérkőzések során hiszen 100%-ot kell nyújtani ahhoz, hogy a középdöntőben jó helyed is legyen. Hogyan készültök erre? Hiszen mondtátok, hogy mérkőzésre, lépésről lépésre. Ezt föl lehet készülni erre? Igyekszünk természetesen ugye a következő feladatra figyelni, hogy jelenleg csak Németország. Kell, hogy a fejekben legyen, így is megyünk, úgyhogy addig még 2 nap, 2,5 durván, rengeteg videót fogunk addig még nézni, ugye egy edzésünk is lesz, ahol le is tudjuk majd modellezni ezt a játékot. Ha magunkra is ugyanannyira fogunk figyelni, mint a németekre, akkor partiban lehetünk. Ez alatt azt értem, hogy a védekezésben nagyon masszív védelmet kell majd produkálnunk jó kapus teljesítménnyel, és támadásban pedig az eladott labdák száma az meghatározó lesz. Tehát, hogyha ezeket le tudjuk minimálisra csökkenteni, vagy kevés hibával kézlabdázni, akkor nagyon remélem, hogy partiban lehetünk a németek ellen. És a többiekről? Olyan VB, ami ugye kvázi nem kvalifikál olimpiára, a névsorokból látszott, hogy egy-két nemzet ugye fiatalított, vagy olyan nevek kerültek be, akiket esetleg még csak klubszintből, klubból ismerhetnek nézők, vagy versenyzők, úgyhogy érdekes lesz. Egyértelmű, ugye a horvátokat nem kell bemutatni, hiszen az elmúlt világversenyeken mindig ott voltak érem-érem közelében. Szaúd-Arábia nagyon kellemetlen stílus tud képviselni, a játék tudás az nem biztos, hogy európai színvonalon, de nem lesz könnyű dolgunk. Ugye Argentínából a válogatottak nagy része egy nagyon erős francia bajnokságban edződik, tehát nem ismeretlen számukra ez az európai kézilabda. Horvátországról, Németországról ugye beszéltünk, Fehér Oroszország, akik az elmúlt világbajnokságon, illetve eseményeken, amikor szerepeltek, meg tudtak meglepetést okozni. Remélem, hogy nem ellenünk fogják megtenni, úgyhogy jó felkészülés kell minden meccs előtt. Hosszú távon mi a cél most a VB-n? A csapategységet felépíteni, hiszen most ez ugye nem egy kvalifikált világtorna, ami a válogatott szempontjából fontos lenne, hogy a jövőben még gördülékenyen menjen a csapatépítés, illetve majd a későbbi az olimpiai kijutás részvétele. Így van, hogy a szövetségkapitány most ezt találta a legerősebb keretnek Magyarországról, ugye én azt gondolom, hogy egyet lehet vele érteni, hogy volt 2 játékosunk, akik hiányoznak a keretből, tudásilag is, emberileg is, az IS Fecő, illetve a Nagy Kornél, ő döntéseket ugye tiszteletbe kell tartani, helyükre újoncok, fiatalok kerültek, akik előtt óriási jövő állhat, úgyhogy őket kell is tápolgatni, és természetesen ugye a magyar kézilabda, illetve az ország is, hogy kiemelt sportként támogatja a kormány a kézilabdát, ezt is szem előtt kell tartani, és gyakorlatilag ugye tisztességes, illetve egy jó eredményt szeretnénk elérni. A sérülésed nem régiben volt, teljesen rendben jöttél? Igen, októberben volt az új törés műtéte, mondja, hogy annak már híre hamba sincs, hála Istennek, jól érzem magam fizikálisan és mentálisan is, úgyhogy nagyon elszántan várom ezt a világbajnokságot. Mondom, hallottad a hírt, hogy a magyar-horvát mérkőzésen tetház lesz mind a helyszínen. Mit üzensz a szurkolóknak, akik itt lesznek, illetve akik kint lesznek majd? Sok magyarral nagyon jó mérkőzést játszani, egy extra élményt, illetve energiát, pozitív energiát adnak nekünk a nézőtérről a szurkolásukkal, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon sok magyar lesz kint.
élőben is, természetesen olyan tévén keresztül is fogják majd követni, hiszen a kézabda nagyon nézett sportág országunkban, úgyhogy szeretnénk a szurkolóinak is megfelelni. www.sportmenu.net Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net